Jó estét kívánok az Oxigén televízió nézőinek! Ez az esti híradó november 13-án. Még egy napra lezárják a bicskei lehajtót az M1-es autópályán. A lakók segítségét kérik Tatabánya legújabb parkjának elnevezéséhez. És két játékos is távozik a Mosonmagyaróvári kézilabdaklubtól. Hamarosan jönnek a részletek, de előtte nézzük a mai kiemelt témáinkat röviden. Idén 5. alkalommal osztották ki az Audi Hungária minőségi táncművészetért díját Győrben. 2018-ban egy ukrán balerina örülhetett az elismerésnek. Folytatják a kereszteződések biztonságosabbá tételét Győrben. Most Marcalvárosban helyeztek ki új rendőrlámpákat. Kijelölte keretét a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a decemberi Európa-bajnokságra. A győri színeket mindösszesen egy játékos fogja képviselni. Csapadékmentes, felhőtlen napos idő várható, 13 fok feletti hőmérsékletekre azonban nem lehet számítani szerdán. A részletekkel jövünk híradónk végén. Átadták az Audi Hungária minőségi táncművészetért díját Győrben. Az 1 millió forint pénzjutalommal járó elismerésre ezúttal Tatjana Baranovszkát, a győri balett magántáncosát választotta ki a háromtagú kuratórium. Az idei volt az 5. alkalom, hogy a vállalat így módon ismerte el a kimagasló balettművészeti teljesítményt. Bemutatta új darabját a győri balett. A Black to Say Silence, sötét, csönd, az első világháború áldozatainak állít emléket. Azoknak az embereknek, akik értelmetlenül vesztették életüket a világégésben. Az előadás után az is kiderült, ki kapja meg idén az Audi Hungária minőségi táncművészetért díját. Az idei díjat egy kiváló táncosnak ítéljük oda, Tatjana Baranovszkának. Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungária személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja szerint a darab méltó módon fogalmazza meg azokat az emberi üzeneteket, amelyek mind a mai napig foglalkoztatnak bennünket. Nagyon megható volt, és az pedig felemelő, hogy már 5. éve az Audi Hungária jelét adja, és tanúságot tesz amellett, hogy támogatja a művészetet, a győri balettet. És hát ez egy külön öröm volt, hogy egy ilyen csodálatos darab után egy ilyen kiváló művésznő kaphatta meg a díjat. A győri balett magántáncosa elmondta, először el sem akarta hinni, hogy az ő neve hangzik el. Ez a díj arra sarkal engem, hogy még többet hozzak ki magamból, még többet adjak az embereknek. Egyszerűen imádok táncolni, mindig próbálok fejlődni, beleadni az érzéseimet a munkámba, és remélem, hogy ezt az emberek is érzik. A vállalat a díjjal a kimagasló balettművészi teljesítményt ismeri el. Hogy ezt kikapja meg, arról idén is egy háromtagú kuratórium döntött. Megkoszorúzták Török István emlékművét Győrben. Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjára egykori nemzetőrtársa Büki Lajos úgy emlékezett, hogy a tüntetőkkel és a velük szemben álló oldallal is szót tudott érteni. Talán ennek is volt köszönhető, hogy Győrben viszonylag békésen zajlottak az események. Török Istvánt 1958. decemberében végezték ki, ekkor még csak 28 éves volt. Török Istvánra az 56-os forradalom vértanújára emlékeztek Győrben. Bosi Róbert önkormányzati képviselő ünnepi beszédében elmondta, 1956 üzenete egyértelmű számunkra. A szabadság érzésének győzelme a félelem, a rettegés, az emberek gondolatiságába épített kishitűség és a kilátástalan jövőkép felett. A magyar népnek elege lett a hosszú évek óta uralkodó sztálinista terrorból, az ÁVO, illetve a belőle önállósított AVH kegyetlenkedéseiből, a koncepciós perekből, az osztályidegen elemek gulágszerű táborokba történő kitelepítéséből, a kínzásokból, a kivégzésekből és a szovjet megszállásból. Török István a vagongyár esztergályosaként 1956. október 25-én csatlakozott a győri tüntetéshez. Másnap már beszédet mondott, társai pedig a katonai parancsnoksághoz küldendő követségbe is beválasztották. Büki Lajos, az egykori nemzetőrtárs utalt arra, hogy Török István szónoki képességeivel és határozottságával mindkét oldallal szót tudott érteni. Egy magasrangú AVH-st vagy rendőrtiszt
a vallomásában erről beszélt, hogy szóltunk Török Istvánnak, hogy hallgattassa el a tömeget, és Török István akkor az AVH ablakából beszédet intézett a tömeghez, amelyik elcsitult és illedelmesen, normálisan viselkedve várta a további eseményeket. Török Istvánt 28 éves korában, 1958. decemberében végezték ki, pedig Bükki Lajos szerint nem akart mást, mint szabad, független Magyarországot. Utolsó ideiglenes forgalom elterelési üteméhez érkezett az M1-es autópálya 28-as és 40-es kilométer szelvényei közötti felújítása, ezért november 14-én szerdán 8 és 14 óra között átépítik az útszakaszon a forgalom terelést. Emiatt a bicskei csomópontban a Budapest irányából Győr felé haladók nem tudnak lehajtani. Ez idő alatt az óbaroki pihenőhely rejtett csomópontját tudják használni a közlekedők. A korlátozással járó munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozásokról, a munkavégzéssel kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről. Mintegy 27 millió forintból jelzőlámpás csomópontot építettek ki a győri útkezelő szakemberei a Mécs László és Kovács Margit utca kereszteződésében. Marcalváros egyik legforgalmasabb útszakaszán 10 000 közlekednek naponta, a lámpáknak köszönhetően pedig mostantól ezt jóval biztonságosabban tehetik meg az arra járók. Marcalváros 2 egyik legforgalmasabb útja a Mécs László utca, áruházak, iskolák, óvodák vannak a közelben, ráadásul egyre többen élnek a lakótelep ezen részén, autók tömkelege közlekedik erre nap mint nap, a sofőrök eddig ezt jelzőlámpás irányítás nélkül tehették meg, pár napja azonban már a többsávos csomóponton a gyalogosok és az autósok számára is fényjelzők teszik biztonságosabbá a közlekedést. Környékben vannak iskolák, az iskolákban a gyerekek a túloldali buszmegállóhoz mennek, és hát ez a jelzőlámpa az ő biztonságos közlekedésüket is szolgálja. Hogy ez egy összehangolt rendszerben működik, egyrészt ugye kell kapcsolódnunk a mellettünk lévő lakótelepet elválasztó 821-es számú főút összehangolásához, másrészt pedig a már megvalósult bajonettákban lévő jelzőlámpához is. Jelenleg a próbaidőszak zajlik, úgyhogy igazából itt még programmódosítások, finomítások történnek, hiszen a forgalom figyelésével próbáljuk a valós igényekhez igazítani a programokat. Az önkormányzat már évek óta komoly összeget különít el az úthálózat fejlesztésére, mondta Borkai Zsolt, aki hangsúlyozta, ezáltal a közlekedési csomópontok is biztonságosabbá válnak, erre pedig a Mécs László utca és a Kovács Margit utca kereszteződésében is nagy szükség volt már. Itt most már évek óta tapasztalható ennél a kialakított jelzőlámpás kereszteződésnél, hogy egyrésztről Marcalváros 2 lakossága folyamatosan növekszik, hiszen nagyon sok társasház épült az elmúlt időszakban, ugyanakkor iskolák veszik körbe ezt a kereszteződést. Az önkormányzat az idei költségvetésből mintegy 27 millió forintot biztosított arra, hogy ez a kereszteződés is közlekedésbiztonsági szempontból 21. századi módon működjön. Az elmaradt nyílt nap helyett ismét pályaorientációs napot tartottak Győrben a hivatásos katonák. Az MH-12. Arabona légvédelmi rakéta ezrednél a fiatalok megnézhették a katonai eszközöket, és bepillantást nyerhettek a katonaság hétköznapi működésébe is. 10 intézmény több mint 400 tanulója vett részt az MH-12. Arabona légvédelmi rakéta ezred pályaorientációs napján. A fiatalok megtudhatták, milyen munkalehetőségek és beosztások adódnak az egyenruhásoknál, és milyen előnyökkel járhat, ha valaki a katonaságot választja munkahelynek. Június első hete, ami az úgynevezett nyitott kapuk hete, amikor is gyakorlatilag kipakoljuk technikai eszközünket rengeteg foglalkozási helyen, és egy hétig várjuk a diákokat, a legkisebbektől, tehát az óvodásoktól egészen a legnagyobbig az egyetemistákig. Mi az idei évben is elmaradt ez egyéb szolgálati feladataink okán, ezért úgy döntött az ezred vezetése, hogy ez az időszak így november, amikor a diákok pályaválasztás előtt vannak, és hát megmutatjuk magunkat, megmutatjuk a Magyar Honvédséget, megmutatjuk a 12. Arabona légvédelmi rakétaezredet, hogy mit jelent ma katonának lenni. Az általános iskolás, középiskolás és egyetemista látogatók mindent kipróbálhattak, amit szerettek volna. Megismerhették a katonák mindennapjait és a katonák által használt felszereléseket.
A fiatalok között egyre népszerűbb az egyenruhás munkahely, ezért is örültek sokan, hogy sok mindent láthattak most egy kicsit belülről. Megnéztük a gépkocsikat, be lehetett ülni, érdekes volt, aztán a fegyvereket is néztünk, gránátot dobáltunk, és ez a fegyver, amikor egymás ellen voltunk, az elég érdekes volt. Az egymás elleni harc nem csak a fiúkat vonzotta, komplett lánycsapatok is összemérték tudásukat a paintball pályán. Szerintem nagyon jó volt. Én arra számítottam, hogy fájni fog, de amúgy nem. Hát én még sose paintballoztam, és hát ugye többen voltunk, aztán azt hittem, hogy nem fogok, és úgy, de jó volt igazából. Azért nem mertem úgy először játszani, mert hogy fájni fog meg minden, de nem fájt egyáltalán. A katonai nyílt napon a hivatásosok igyekeztek minél mélyebb betekintést adni az egyenruhások életébe, mely az elhangzottak alapján egyre kiszámíthatóbb és stabil munkahelyként áll a munkaerőpiacon. A tatai tavak környékén 65 ezer vadlúd éjszakázott, amely új rekord a vonuló, telelő vadludak esetében. A madarak még nem az öreg tavon tartózkodnak, hanem egyéb területeken találják meg a szállásukat. November 10-én reggel a szakemberek két kiemelt jelentőségű helyen rögzítették a népes kirepülést. A ludak között fokozottan védett, globálisan veszélyeztetett lúdfajokat is megfigyeltek. 19 példány vörös nyakú lúd és 2 példány öreg kislilik került elő. A megszokottól eltérő jelentős számú gyülekezésnek a Kárpát-medencében tapasztalt aszály lehet a fő magyarázata. Így a november 24-i tatai vadlúd sokadalmon várhatóan nem lesz hiány a főszereplőkből. Jótékonysági estre hívták össze ismét a vállalkozókat az első győri Lions Club vezetői. Az este bevételéből, ahogy lenni szokott, a rászorulókat segítették a vezetők. Közben pedig dr. Kemény Dénestől, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda szövetségi kapitánytól kaphattak intelmeket a jó vezetéssel kapcsolatban. 23. alkalommal rendezett jótékonysági vállalkozói estet az első győri Lions Club. A rendezvény minden évben kettős céllal jön létre. Egyrészt a vállalkozók által befizetett összegből a szociálisan rászoruló, súlyos fogyatékossággal élők anyagi és mentális körülményének javítását támogatja az alapítvány. Ma este 160 győri és Győr környéki vállalkozó részvételére számítunk. Ezek a résztvevő vendégek, a vállalkozók részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy szociálisan rászoruló, látás sérült, mozgássérült, szellemi fogyatékos embereket tudjunk támogatni. A másik fő iránya a vállalkozói estnek, hogy egy meghívott előadó segítségével új ötleteket vagy új szemléletmódot emelhessenek be a vezetők a vállalkozásuk életébe. Az idei meghívott előadó, a háromszoros olimpiai aranyérmes vízilabda szövetségi kapitány dr. Kemény Dénes volt. A témát pedig az egyén és a csapat köré építették. Én abból tudtam meríteni, egyrészt a 30 éves játékos pályafutásomban, amit az öltözőben játékosként éltem át, tehát a másik oldalon. Másrészt én elkezdtem így utólag az emlékeimbe kutatni. Nekem 22 különböző edzőm volt a 30 év pályafutásom alatt, akár válogatottban, akár klubban, hogy kitől mit lehet elcsenni, kitől mit lehet megjegyezni, hogy azt semmiképpen sem szabad csinálni, és a többi, és a többi. És akkor szépen, ahogy mennek az évek, az ember egyszer csak azon kapja magát, hogy most már nem csak edző, hanem vezető is. A sport és a vállalkozás különbségére is rámutatott a kapitány, hiszen, ahogy ő fogalmazott, a sportban utólag az eredményt már nem lehet kozmetikázni. Emellett elmondta azt is, mik azok az erények, melyeket egy sportoló gyermek megtanulhat, amit később akár vállalatvezetőként hasznosítani is tud, így a komoly vezetői témák mellett egy kicsit a személyesebb történetek is helyet kaphattak az este folyamán. Még az osztályzatok is javulni fognak. Rámondom például, hogy nincs gyereknek ilyet tanulni, nagyon gyorsan megtanul mindent. Én nekem, én ketteseket csak egyszer kaptam életembe, el volt törve a kezem, és nem tudtam edzésre menni. És egész délután otthon voltam, és mindig halogattam, és egyszer csak elmentem aludni, ez nyilvánvalóan meg is lett az eredménye. De az, hogy bekerültem az általános egyetemre, azt, hogy ezt is el tudtam végezni, és mindez sport, mert csak válogatott sport, mert az arról szólt, hogy be kell tudni az embernek az idejét hossza. A volt szövetségi kapitány azt is kiemelte, mostanában sok ilyen megkeresésnek tesz eleget, és már több vezetői visszajelzés is igazolta, hogy a sportban szerzett tudását jól lehetett hasznosítani az üzleti szférában is.
A Sárberki mellett a Báhidai a legismertebb úgynevezett szánkódomb Tatabányán. Nemrégben a domb és környéke felújításon esett át. A beavatkozásnak köszönhetően elkészült a szánkózó domb helyén az új park. Ezzel a beruházással ismét egy új, mindenki számára kikapcsolódást nyújtó közösségi térrel gazdagodik Tatabánya és a környéken élők közössége. A Széplő Park azonban még keresteti nevét, ezért a város önkormányzata úgy döntött, hogy lakossági javaslatok alapján fogja megtalálni a terület új nevét. Ezzel együtt arra kérnek mindenkit, hogy akinek van ötlete, küldje meg a jegyzőkukac.tatabánya.hu e-mail címre november 30-áig. Kim Rasmussen szövetségi kapitány kedden jelölte ki azokat a játékosokat, akik bekerültek a magyar női kézilabda válogatott szűkített 18 fős keretébe. Ezzel a játékos állománnyal vág majd neki a csapata a decemberi franciaországi Európa-bajnokságnak. A Bajnokok Ligája győztes Audi Eto'ból az utolsó szűkítésnél a sérülése után lábadozó Tomori Zsuzsanna, illetve Puhalák Szidónia is kikerült. Így a világ legjobb klubcsapatát csak a kapus Kis Éva képviseli majd a december 1-én kezdődő kontinensviadalon. A válogatott szűkített keretébe a legtöbb játékost, szám szerint 7-et, a Ferencváros gárdája adja. A Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub honlapja szerint a napokban közös megegyezéssel szerződést bontott a vezetőség a felnőtt keret 2 játékosával. Lozsierna 2017. augusztusában érkezett, és azóta 23 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 32 gólt szerzett. Most azonban családi okok miatt távozik, és várhatóan egy másodosztályú együttesnél folytatja pályafutását. Az idény elején igazolt olasz válogatott Irene Fanton nem egész 3 hónapot töltött a csapatnál, és 5 mérkőzésen egyetlen gólt sem lőtt. Ő valószínűleg hazájában talál majd magának új csapatot. Idén 5. alkalommal osztották ki az Audi Hungária minőségi táncművészetért díját Győrben. 2018-ban egy ukrán balerina örülhetett az elismerésnek. Folytatják a kereszteződések biztonságosabbá tételét Győrben. Most Marcalvárosban helyeztek ki új rendőrlámpákat. Kijelölte keretét a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a decemberi Európa-bajnokságra. A győri színeket mindösszesen 1 játékos fogja képviselni. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Csapadékmentes napos időjárás várható szerdán az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Szerda hajnalban 7, amíg reggel 12 fok körüli értékeket mérhetünk majd. A szerda délután is felhőmentesnek és naposnak ígérkezik, a maximum érték 13 fok körül várható. És a szerda este is tiszta időt ígér majd a térség lakói számára, az esti órákban 7, az éjszaka pedig plusz 4 fokot mérhetünk majd. Aztán a folytatásban is marad a csapadékmentes idő, azonban folyamatosan hűl a hőmérséklet északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Csütörtökön hajnalban és este plusz 3, amíg napközben a kellemes napos időjárásban 10 fokot mérhetünk majd. És a péntek is hasonló időjárás tartogat számunkra, reggel és este plusz 2, amíg nappal a napsütéses időjárásban 10 fokot mérhetünk majd. Szombatra is pontosan ilyen időjárás mondanak a meteorológusok, a nap elején és végén 2, napközben pedig plusz 9 fokkal. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták november 13-án kedden. Köszönjük a figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órától várjuk majd Önöket. Jó pihenést kívánunk, a viszontlátásra! Thank you.